Pót Balázs a vendégünk az Ajkai Szó videóműhelyében, elég gyakran találkozunk, és hát tegező viszonyban vagyunk, úgyhogy elnézést a nézőktől, de most is tegeződni fogunk. Nemrégiben a megyei közgyűlés tagjává választottak, vagy belecsöppentél ebbe a dologba? Mi a helyesebb kifejezés? Hát azt mondanám, hogy ilyen adhok jelleggel történt az esemény. Számodra is váratlanul. Számomra is váratlanul. Történt egy megüresedés a megyei közgyűlésben. A Jobbik egyik korábban megválasztott listás megyei közgyűlési képviselőjének a mandátumát felfüggesztették, és a Jobbik pártelnöksége az engem delegált be az ő helyére, szóval így lettem idén késő tavasztól megyei közgyűlési képviselő. És eltelt egy pár hónap azóta, érted már, hogy hogyan működik a megyei közgyűlés? Kezdem érteni, alapvetően kettő ülésen vettem részt, az egyik az pont a diplomátadóm időpontjára volt téve, úgyhogy ezen a kettőn részt vettem, nagyjából az ügyrendet értem, és a hatásköröket, és hogy milyen lehetőségeket lehet kihasználni, azt úgy tud érteni vélem a közgyűlés. Mennyire nyomja rá a bélyegét a megyei önkormányzat vagy közgyűlés működése a Veszprém vármegyei folyamatokra, gazdasági és politikai folyamatokra? Meghatározó-e, vagy hogyan kell ezt értékelni? Én úgy látom, hogy korlátozott ráhatása van. Tehát a 2010 utáni kormányzatnak az általános központosítása, ami az önkormányzatoknak a hatásköreit lejjebb fokozta, az ugye hatványozottan jellemző a megyei közgyűlésekre is. Elég azt nézni, hogy milyen költségvetéssel gazdálkodik a két szervezet. A Veszprém megyei közgyűlés egy 1 milliárd forintos éves igen, költségvetéssel. Ezt néztem, a honlapjukon elérhető, ellenőrizhető, hogy mire költenek. Igen. Hát nagyon érdekes tételek vannak, tehát azért nagy részt megnéztem a kiadási tételeket, például, hogy díjaznak, kitüntetéseket adnak, mindenféle akciókat, projekteket támogatnak, például Veszprém vármegye megismertetése belföldön igen, és külföldön, meg ilyen, igen, ilyenek vannak. Igen, turisztikai programok. Hát a legfőbb kiadások ugye a működési kiadás. Legfőbb a működési kiadás. Különböző ilyen kitüntetések és amit mondtál, projektek. Tehát egy ilyen 1 milliárdos költségvetés, ez be is határozza, hogy mennyire releváns nagyméretű szervezet. Ajka város önkormányzata az 19,6 milliárd forintos költségvetés. Viszont van olyan kérdés, amiben megkerülhetetlen a megyei, vármegyei, ezt párszor még el fogom mondani, vármegyei önkormányzat, közgyűlés mondjuk a projektek, különböző projektek elbírálásában, ezt hogyan látod? Volt-e már erről szó, vagy hát a mai napon is volt egy vármegyei közgyűlés, mai napon is volt erről szó. Ugye a legrelevánsabb téma az a topos pályázatok kérdésköre a közgyűlésben. Nos, azért itt sincs olyan nagyon erős ráhatása, ezek a kérdések főként lobbizás mentén dőlnek el. És tehát a úgynevezett döntőbizottság, amelyik végül is ezekben a kérdésekben határoz, az nem függ az önkormányzattól, vagy kik a tagjai? Vagy ilyen már nincsen, csak régen volt? Van ilyen bizottság egyébként, de jellemzően kész tervek kerülnek elő szerintem. Én Andorra bizottságban nem vagyok benne, én a két másik bizottságban vagyok benne. Az önkormányzatban mennyire meghatároz a pártok szerepe például? Ugye te jobbikos vagy, van még jobbikos rajtad kívül, van független DK-s, Fidesz-KDNP, tehát ilyen párt politikai állásfoglalások, csatározások jellemzők a közgyűlésben? A megyei közgyűlésben egyáltalán nem jellemző egyébként. Tehát országos politikai tematikák, tényleges pártpolitika mentén vezérelt politikai csatározást nem tapasztaltam egyenlőre. Apropó politika, te végül is említette a diplomátadódat. Igen, ezek igen. Szerint politológus vagy, mondhatjuk? Igen, mondhatjuk. Mi a véleményed a mai magyarországi politikai helyzet? Ez most nem az önkormányzat, hanem a politológust kérdezem. Hát szerintem alapvetően tragikus, és most nem csak a Fidesznek a kétharmados beágyazottságára gondolva, amelyet nyilván lehet sokféleképpen megítélni, hanem alapvetően a közbeszéd állapota, a nyilvánosság állapotát nem tartom előremutatónak. Most gondolok arra, hogy egy kétharmados kormányzás esetén is lehet egészséges közélet, ahol az különböző nézőpontok megvitatják egymás vitás kérdéseit, ügyeit, programok mentén
szinte vitaütköztetés, érvekütköztetése. Ez nem jellemző annyira Magyarországon jelenleg, és talán van egy ilyen tendencia, úgy általánosságban, hogyha most elnézést kérek a kiszélesítés miatt a világpolitikában. Én kezdtem. Tény. Ahol a politikának a közösségi média felé tolódása miatt egyre nagyobb népszerűséget kapnak az ilyen lejárató, hagyjáratos, bomlasztásos, vagy akár botránypolitizálásos témák, posztok, ugyanis ezek generálják a több lehet. Most ez lehet tudatos folyamat, nem? Valaki által vezérelt, vagy valakik által vezérelt tudatos folyamat. Nem véletlenül költ a kormány annyi kommunikációra, nem véletlenül fogad olyan tanácsadókat, akik ezt a tematikát kidolgozzák, és hát sok nem véletlen van ebben a dologban. Hát egészen biztosan, viszont ugyanakkor a politikában ér az erő, ellenerőnek az effektusa. Hogyha az egyik oldal az elkezd árkokat ásni, és dobálozni a másikra, és az látszik, hogy ezzel lehet jó politikát végezni, akkor az akarva-akaratlanul is valamennyire az egész politikai közéletet leuralja, tehát a másik oldal is belekerül ebbe a rossz közéleti állapotban. Ez abban mutatkozik meg, hogy nem csak a pártok mennek már ilyen őre menő vitákba egymással, hanem a mindennapi közemberek is a legkisebb politika, az átlag választópolgársak a legkisebb politika. Elég egy jelszót kiadni, és akkor értjük, miről van szó, és akkor rátesznek egy lapáttal. Egy olyan helyzetben, ahol Magyarországnak a 20. században ennyi kinkeserves történelmi eseményen kellett átesnie, mint amennyi átesett, Trianontól elkezdve a Rákosi rendszerig, ott már eleve olyan sebek vannak a magyar közéletben, amelyek könnyítik ezeknek az árkoknak az ásását. Pedig valójában liberálisokra, szocialistákra, konzervatívokra mind szükség van ebbe az országban, mert együtt vagyunk magyarok, és akkor lehet ez mindenkinek az egészséges közege, hazája, hogyha valamilyen szinten a konszenzusra törekszünk, vagy az egészséges vitára. Volt valamikor még az én egyetemi tanulmányom alatt téma a személyiség szerepe a történelemben című vita. Már nem tudom, hogyan dőlt el ez a dolog, de hát nyilván mindenki vérmérséget szerint dönti el, hogy például Hitler nélkül lett volna a második világháború, vagy Sztálin nélkül meghalt volna, nem tudom, 30 millió ember Oroszországban, és így tovább. Mennyire érzed meghatározónak a mai politikai életben a egy központúságot, a centrális erőteret, ezt már nem használják, de ahogy mondjuk a nevét Orbán Viktor nélkül ebben az országban komolyabb dolog nem történhet. Hát ezzel alapvetően egyetértek, ez egy nagyon sokáig vissza lehet menni ennek a kérdésnek a mentén. Alapvetően már Ferenc Józsefig vissza lehet menni, azóta jellemzően akkor tud fennmaradni hosszú távon egy rendszer, akkor tud stabilan működni az ország, hogyha van egy centrális mindenki, úgymond minden esetben az utolsó szót kimondó ember. Van egy hajlamosságra erre a magyar társadalomnak, a politikai életnek, hogy nem is biztosan különböző ideológiák a legfontosabb a választói preferenciával vagy programok, hanem akár az egyes személyek. Ez jellemző. Erre mondta szegény kertész Ákos, Isten nyugasztalja, Kanadába is költözött emiatt, hogy a magyar alattvaló nép. És rögtön kiforgatták a szavait jellemzően, és alávalót adtak a szájába, pedig ilyet ő nem mondott, de a lényeg az szerintem az alattvalóban benne van, hogy a bölcs vezér az a magyar embereknek egy ideája. Tehát az igazodási pontot igazán az adja meg, hogyha valakire felnézhet, és valakinek a gondolatait, a szajt ismételheti, anélkül, hogy különösebben neki gondolkodnia kéne rajta, mondom. Szerintem ez a többség, de mindig vannak, akik ennek ellent mondanak, persze, ők a renitensek, a liberálisok, a balosok, a dollár baloldal, a nem tudom milyen jelzőkkel lehet ellátni ezeket az embereket. Amennyire én látom, nagyjából a jobb és bal oldalon belül ez egy egyenlő szinten elosztható történet. Tehát ne fogjuk rá a jobb oldalra. Nem, én ezt nem fognám rá a jobb oldalra. Ami császár a jobb oldalra, vagy királypárti. Igen, ami a jobb oldalnak Kádár János és Orbán Viktor, az valljuk be a bal oldalnak sok esetben jobb oldalnak Horthy Miklós és Orbán Viktor, az sok esetben a bal oldalnak inkább Kádár János és egy
számottevő szavazónak Gyurcsány Ferenc. Tehát baloldalt is úgymond igazodnak, vagy szeretnének igazodni, vagy vezetőt igényel a gondolkodás, valamilyen vezérfonalat, és ezt fölismerik néha a politikusok, és ezzel élnek is. Igen, tehát szerintem a vezérelvű demokrácia Magyarországon az nem egy oldalakra osztható dolog. Tehát, most nem is lenne ebben semmi rossz, ugye nem mindig más gondoltaival jövök, de nemrég hallottam azt is, hogy sőt, már régen is hallottam, hogy Magyarország egy bölcs vezér, azért nem állt, egy felvilágosult, akár abszolútista uralkodó, mert mehetnének jó irányba is a dolgok. De hát most van ugyan uralkodó, de mintha nem mennének jó irányba a dolgok. Tehát nem kaptuk még el a fonalat ezek szerint. Hát... Gondolom én, gondolom, hát hogy valami jobbra lenne szükség. De nem akarok itt kormányellenes propagandát kifejteni, természetesen ennek a beszélgetésnek most nem ez a lényege. Említettem már azért, meg te is említetted, hogy Jobbik politikusaként is, vagy szimpatizánsaként is működsz. Milyen perspektívákat látsz a Jobbik előtt, mondjuk most az Európa Parlamenti választásokat megelőzően néhány hónappal? Mm. Tehát lehet-e olyan témákat fölkarolni, amik a párt erősödéséhez vezethetnek? Hát azt kétségtelen, tehát kár tagadni, hogy a Jobbik mögött nem egy kellemes építkező sötével. Tehát a szervezet több olyan válságon, pártszakadáson ment át, amely mind a tagságát, a létszámát, politikáját és a támogatóinak számát is megsínette. Tehát ez kétségtelen. Én úgy gondolom, hogy jelenleg még most egy relatív körülményekhez képest jó irányban vagyunk, amely a jobb közép értékeknek a felkarolása európai elvek mentén, tehát az európai értelembe vett jobb közép. Most van egy központi témánk a jelenlegi időszakban, amelyet már 2018-tól számolva felelhetnek a választók a pártnak a kommunikációjában, ez mégpedig a vendégmunkások kérdésköre. Ez egy nagyon megosztó, de mégis érdekes és releváns kérdéskör szerintem. Most itt vannak, akik összekevernek két fogalmat, ugye a illegális migránsok, akik elveszik a magyarok munkáját, ami egyébként butaság, és a kormány által is jóváhagyottan importált. Igen. Itt most a legális, vendégmunkásokról van szó. Igen. Amelyek száma egyre növekszik. Igen, nemrég lett elfogadva egy olyan tervezet, amelyben akár 500 ezer ilyen vendégmunkásnak a befogadását is lehetővé tenni Magyarország kormánya. Ugye ezzel olyan problémák is lehetnek többek között, hogy jól tudom, a KSH 2022-es adatai szerint 90 ezer üres munkahely van Magyarországon, szóval ez már nem biztos, hogy csak és kizárólag a munkaerőhiánynak a leküzdésére van. Nem, nyilván új munkahelyek is létrejönnek majd, itt vannak a nyakunkon akkumulátorgyárak, meg ki tudja micsoda. De nem hinném, hogy 400-es számban. Tehát ugye külföldi munkavállalókat is, és azoknak az alkalmazását is a magyar munkavállalók szempontjából kettő felé lehet azt osztani. Az egyik az az, amikor a munkaerőhiányt akarjuk leküzdeni vele. Ez nem annyira káros, tehát ez pörgeti is a GDP-t, de hosszú távon a magyar munkavállalók érvényesítő képességét, főleg akkor, hogyha azért hozunk létre munkahelyeket, hogy ott konkrétan célzottan vendégmunkások dolgozzanak, ez csorbíthatja. Viszont a másik... alacsonyan tartassuk a béreket például. Hát igen, mert ugye a gazdaság közgazdaságtanban az alap szabad versenyben, amikor munkaerőhiány van, akkor addig küzdenek a cégek a dolgozókért, amíg valamelyik ezt talán nem bírja, és akkor egyenlítődik ki. Keresleti piac. Keresleti piac, igen. Na most a másik oldala az, amikor azért fogadunk be vendégmunkásokat, hogy olcsóbban lehessen alkalmazni őket. Tehát az már konkrét munkahely veszteséggel is járhat. Erre szerencsére Veszprém megyében nem tudok egyelőre példát, csak az előbbire. Viszont például volt már olyan gyár, Lenovo gyárról beszélünk, ahol 200 munkavállalót küldtek el, mert a Fülöp-szigeteki vendégmunkások alkalmazása olcsóbb volt, úgyhogy 2 milliárd forintos visszanemtérítendő állami támogatást kapott ez a gyár. Tehát ezért van a Jobbik konzervatívoknak egy olyan javaslata, amely akkor adna visszanemtérítendő állami támogatást egy
járnak egy multinacionális vállalatnak, hogyha az 90%-ban az európai gazdasági térségből származó, tehát európai kultúrkörből származó munkavállalókat alkalmaz, de ettől függetlenül az él még mindig a Jobbik politikájában, hogy mindenképpen inkább a KKV-kra, a kis- és középvállalkozásokra alapoznánk a gazdaságtámogatási rendszert, mint sem a nagy multinacionális vállalatokra. Most ezzel kapcsolatban gondolom megyei, vármegyei, bocsánat, önkormányzatnak nincs feladata, tehát ilyen témák nem kerülnek szóba ezen a nem fórumon. Igazán, tehát nem igazán kerülnek szóba, lehetne ilyen eszközökkel élni, hogy mondjuk a vármegyei közgyűlés elnöke fel legyen hatalmazva, vagy meg legyen bízva azzal, hogy nyilván tartsa, hogy különböző munkahelyeken vagy városokban milyen arányban dolgoznak Európán kívüli vendégmunkások, bár ez jelentős változás nem érne el. Előre elnézést kérek, hogy a vége felé olyat kérdezek, amiben magam sem vagyok biztos, hogy a vármegyei önkormányzatnak van valamilyen javaslattevő szerepe, vagy koordináló szerepe mondjuk az infrastruktúra fejlesztésben? Tehát ugye itt van ez az átkozottnak nevezhető 8-as számú főút, aminek már ki tudja, mikor tódott ki a további építése. Régebben, pár évtizede még mintha ezen a fórumon is szóba került volna, most erről gondolom. Hát most, hogyha gazdaságfejlesztés címén nem igen. Hogy ebben tud-e valamit segíteni a vármegyei önkormányzat? Szereplők tudjuk. Lobbizni inkább. Igen. Jó, egyébként milyen a kapcsolatod a önkormányzat többi tagjával? Tehát így a hétköznapi életben, hogy beszélgettek, vagy megbeszéltek témákat? Igen, én megbízással ifjúsági referens vagyok Ajka városi. Ezt is szerettem volna még kérdezni, igen, hogy ebben milyen tapasztalatokat szereztél, mennyire aktív a Ajka ifjúság, vagy egyáltalán ez hát egy szemponttelennek megítélés. Alapból úgy kezdődött ez az egész, hogy megkérdeztünk ajkai fiatalokat még a 2019-es választások előtt, hogy alapvetően milyen igényeik lennének a város fejlődése kapcsán. Ezután ezekkel a javaslatokkal tartottunk egy ifjúsági fórumot is, itt nagyjából a prioritási sorrendek is kijöttek, és hát ebből a jövő Ajkájának nevezett programból voltak megvalósult elemek, ilyenek például az Ifjúsági és Sportbizottság megléte, az önkormányzatnak nagyobb fokú digitalizációja. Az önkormányzat digitalizáció alatt azt értem, hogy a lakosok a panaszaikkal, javaslataikkal, bejelentéseikkel tudnak már a Facebookos felületeken is élni, és szerencsére nagy számban veszik igénybe ezt a lehetőséget. Szóval ezzel elérhetőbbé tettük az önkormányzati politizálást is. Vagy például, hogy egy másik példát mondjak, polgármester úrt meggyőzve én vettem fel 2019 decemberében a McDonald's gyorsi teremlánccal kapcsolatot, hogy Ajkán lehetne létesíteni egy ilyen étteremegységet, megérveltem is, és hát végül hosszasan, de sikerre lehetett ezt vinni. Hát lényeg az, hogy egy másik gyorsi tereme is előrehaladott tárgyalások vannak, amelyek jó mederben zajlanak. Uh-huh. Sok mindent érintettünk, lehet egy kicsit, hogy is mondjam, saláta beszélgetés is volt, tehát nem volt egy határozott gerince, de arra jó volt, hogy néhány vélemény szikrát megismerhessenek rólad, és ezzel téged is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba. Én köszönöm.